Egyedül vagyok most a valamint rende. És hát várom az útmutatást, hogy hangügyileg minden jó-e majd. Mert lehet, hogy nagyon nem. Egyébként Twitch-en és YouTube-on is live-on vagyunk, aki YouTube-on szeretne minket nézni. Na de, akkor kezdődjön az időmérő, és én Dávidtól nagyon gyorsan szeretnék majd kérni egy hangügy bejelentést. Red Bullnál már jönnek is. Ki az a Simbi? Jól látom. Előtte jön az Arti talán. Akkor Arti jön legelőször, igen. Ő fogja megkezdeni a menetelést. Na, hang jó, minden. Mert hogyha jó, akkor nagyon boldog leszek. Hát eddig nem segít ki senki, hangügyileg. Akkor egy napot tudatba vagyok, hogy ez jó. Lassan el fogja kezdeni az első mérkőt. Jó a hang. Köszönöm szépen. A herceg. Hát ezek szerint nem fog esni se a versenyen, se az időmérőn. Írt a hangunk, de hát akkor most szomorúak leszünk, vagy hát én. Nézzünk Artival egy kört. Az első kanyarról egy picit lecsúszott, de a kigyorsítás szép volt attól függetlenül. Korús szépen megvolt. Nézzük az első szektornak az idejét. Egy 30.086 lesz. De erről a kanyar kombinációra egy picit lecsúszott. És nekem úgy tűnik, hogy alulkormányzott setupja van. Lecsúszott. Nézzük a puhonban mennyi sebességet bír majd átvinni. Szépen meg volt a puhon, bár itt is lecsúszott egy picit. Itt már nem kell mondani, hogy lecsúszott, ez már szokás lett nála ezek szerint. Nézzük a második szektornak az idejét, egy 14.987. Ez egy szép második szektor, mondjuk valamit rajta javítani. Szerintem most a biztos, hogy Arti. Nézzük az utolsó sikánt. Itt azt hiszem úgy hívnak, hogy busz megálló, busz stop. Nem tudom, hogy van. Nézzük a körülidőt. Ez egy 43.370 lesz. Ez egy nagyon szép első kör Artitól. A Zimbi már egy másodpercen meg is döntötte. És nekem a Spectator menü valamiért nem nézik. Akkor most üljünk be egy picit Gyurihoz.
Hoppá, Gyuri! Itt egy picit túl vette a figurát, túl jóra akarta, de nem adta ki neki, nagyon nem. Akkor... Istenem, mindig elfejtem a mikrót. Nighthawk a következő, aki miért körön van. Nézzük, az ő ideje mennyi lesz. Ez egy 43-0-27 lesz, negyedik helyre elég egyenlőre. Szerintem ez már továbbjutásra is elég, ez a 43-0, 43-2 körül ez az idő. És ott Gyurinak kell még javítania, meg Macskafalónak mindenféleképpen. Gyuri elvett körön van. De nézzük, hogy kikerült körül. Ben, The Ghost, Ben. Nézzük azt a második szektort. 15-3. Ennél mindenféleképpen lehetne jobb is. Az a második szektor. Bár nem tudom, hogy ez végül mennyire lesz jó. Lehet, hogy az utolsó sikánt úgy beveszi, mint valami gyors vonat. Nézzük a köridőt. Ez egy 44-0. Hát igen, ezen, ez még nem elég, ezen javítani kéne. Nézzük egy picit gamert. Hát, amíg gamerrel vagyunk, addig a pontállásokat gyorsan ismertetném. Szóval ugye az első Zimbi 115 ponttal, mögötte 68 ponttal Gyuri, aki még nem nyert idén. Tavaly a C-mezőnyt szétalázta, mondhatjuk így is. Nagyon szépet ment tavaly a C-ben Gyuri, és eddig itt is szépet megy a B-ben. Harmadik Tutumester 67 ponttal. Ő, ha jól tudom, akkor nem volt itt a kanadai és a magyar futamon, szóval, de a magyaron itt volt, akkor csak a kanadai. Szóval ahhoz képest, hogy nem volt itt egy futamon, nagyon-nagyon szépet megy. Gamer közben feljön a hatodik helyre, ez egy 43-2. Utána jön a pontállásban Vince 65 ponttal. Vince egyre jobban törekszik fel, ha lehet így mondani. Pontállásban nagyon szépek meg az ifjú titán. Aztán jön Gamer az ötödik helyen. Ő nagyon konzisztensen megy idén. Bár még a pódium vár rá. Aztán jön Vél 50 ponttal. Ő is volt itt az első versenyen. Aztán jön Benny 42-vel, aztán Áron, aztán Desperado Arti a 10-en, és utána Boticsek a 11-en, Sufni a 12-en, Jackson a 13-on, Principo a 14-en, Habo a 15-en, Loki a 16. helyen, és Nighthawk a 17-en, Zsilobas a 18-on, és Ádám Kristóf, meg Nagypapa 19-20. helyen. Tehát ha már Vince, akkor nézzük végig ezt a kört. Le. Amennyit lebírtam szőrni a körében, miközben olvastam a pontállást, hogy ez eddig nagyon szép kör lesz. Hoppá, közben Vél összetörte. Erről lemaradtam. Erről nagyon durván lemaradtam. Hát, az mindenféleképpen jó.
Vél már a 15. helyről rajtolhat csak. Sajnos. Nézzük Fincének a körét. Erősnek néz ki, az egy 42-1, ami azonnal felrakja őt az első helyre. Ez egy nagyon szép kör. Így első neki futásnak. És... Ó, ez az működik, ez az. Ez be kell menni. Gyurinak lehet, hogy már nem kéne javítania, de mindenféleképpen akar. Az első szektorban ront 139 ezredet, ha jól láttam. Mert ez a szakasz, ez nagyon szépen megvolt neki. Itt is nagyon szépen átfűzte az autót. Nézzük a puhont. A puhon ez nagyon fontos kanyar a pályában. Itt egy picit lecsúszott és el is vette neki. Hoppá, 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 hoppá. Azt ugye a puhon, az egy nagyon fontos kanyar szerintem ebben a pályában, mert itt, hogyha lecsúszol, akkor nagyon durván elveheti. Vagy mi az, nagyon durván eldobhatod. És hát igen, el is veheti. Vagy hogyha túlságosan rámész a rázókörre, akkor világ legegyszerűbb módján fogod eldobni az autót. Nézzük Benit. Ő Silverstone-ban futamgyőztes volt. Nagyon szépet ment ott. Hú, ez a kamerállás. Ez jó. És Beni idén eddig nagyon szépen megy, nagyon tiszta versenyző, és hát gyors is. Ő is C-ből jött fel. Nézzük. Uvont. Szépen meg volt neki, érintette a belső rázókövet. Ez nagyon szép volt. És 32 ezredes javításban van önmagához képest. Nem tudom, hogy ott a 7. helyen ott miért szeretne javítani, de ő biztos tud valamit, amit én nem. Nézzük az utolsó sikánt. Egy picit mélyre ment. Hoppá, az alatt. Mit csinál? Nem javít végül Benni, mert megcsúszott a kigyorsításon. De ő ott a 7. helyen ott biztonságban van szerintem. Még nem működik az. Ó, nagyon. Zimbi van körön. Ő is a második helyen gyakorol, vagy nem tudom. Neki nagyon kell ez az első hely. Egy picit lecsúszott. Nagyon kiszentiszt itt a pályát. Mondhatnám, hogy a pálya minden centiméter terét kihasználja. Ez 7,5 tizedes rontásban van. Zimbi, szóval ebből már javítást adja valószínűséget. Ez sajnos. Alex, felvettem, de talán most köz majd egyet. Igen, nézzünk vele végig egy kört. Az első kanyart egy picit elfékezte, le is csúszott. Ezt a kanyar kombinációt hogy veszi be.
eddig nagyon szép. Az ott is, igen. Egy nagyon picit lecsúszott sajnos. És hát ezért elveszi már is a játék. Zimbi megint elment egy gyors körre, hát ő nagyon nem adja aludni vagy pihenni Vincét. Ezt az első helyet nagyon szeretné már a Q1-ben is. Zimbi idén eddig nagyon szép formában, nagyon jó formában van. És hát nem meglepő, hogy akar ezt az első helyet. Szerintem. Nézzük a második szektorjának az idejét. Hopp, már 178 ezredes javításban van. Ami még... pont nem elég, hogy megelőzze Vincét. De hogyha tud valamit találni az utolsó kanyarban, akkor könnyen megelőzheti, de kifogyott ez üzemanyaga, szóval nem lesz előzés. Hát... Kuzin, minek ennyi volt a Q1. Botikeket. Javításban van, mondjuk neki kell is javítania. De ott a 16. helyen nagyon nincs biztonságban. Mert jön Jackson és Sufni is. Bár Sufni elvett körön van, de ő most fogja szerintem kezdeni majd. Nézzük akkor Buticseket. Még mindig a vitásban van, de most lekapcsolta a verszot. Fix is kapcsolta. Itt pedig elvette neki. Hát ez nem jó. Mondjuk még mindig lesz egy próbálkozása, hogyha van elég üzemanyaga. Akkor nézzük Jacksont. Nagyon bízik magában, mert az utolsó pillanatokra hagyja ezt a mért kört Q1-ben. Na nézzük akkor a köridőt. Sikán szépen megvolt, kigyorsítás is. Ez egy 43.464 lesz a 13. helyre elég. Az lehet, hogy necces lesz egy picit, hogyha most nem megy el egy másik körre rögtön. De ha jól látom, el is megy. Nézzük Sufnit. Ő szintén elvetkörül. Szóval Sufninak vége lesz itt az időmérőnek. Sufni kiesett. Hát... szegény. Sziasztok, hajrá, Renó írta Rolcsi. Kitartás rende, EDS. Köszi Manu. Hajrá Gyuri, Desperado, szurkol Gyurinak. Desperado most nem jött el valamiért. Na de hát, hogy ha Buticsek nincs köröm, nincs már elvette neki, akkor az időmérőnek a vég állásaival nézünk szembe. Jackson van még körön. Egy kis eső izgalmasabbá tette volna ezt az időmérőt szerintem, és Gamer is örült volna neki. Szerintem ilyen hamar még nem kell fel, mint volt. 9 óra 30-kor már fönt volt, és hát szerintem azt a 45 percet a verseny és a felkelés között esőtánccal töltötte. Abban biztos vagyok. Tehát nem vált be neki most sajnos. Nézzük Jackson szerintem. Javít, igen, 12. helyre föl. Jön tabellán. Nézzük Gamert, az emlegetett esőtáncos uraságot, aki 2000-es javításban van, bár nem tudom. Mert így is tovább jött és el is vette neki. Na de már, ha Q1 vége, és ez már egy bevett szokás, hogy top 3 jóslat, aki itt van cseten, az stippeljen egy merészet, és akkor majd én is fogok.
őt kezdem én akkor. Szerintem az első az időmérőn Vince lesz, talán. Igen. Aztán a második Zimbi. És a harmadik helyre, hát nem tudom, hogy kit tippelje, szóval Zsidóbas ott volt egy nagyon szépen fent időmérőn, de szerintem Gyuri lesz a harmadik. És igen. Zimbi, Jazz, Gyuri, Vince. Hát, igen. Ez is szinte ugyanaz, mint én, csak más sorrendben. Na de egyébként, akkor akiktől eltávozunk a Q1-ben, az nem más, mint Vél, Buticek, Macskafaló, Alex és Sufni. Alex és Sufni nem mentek mért kört. Hát ez szerintem a streaknek köszönhető. Akkor nézzük a Q2-t. És akkor a gumikat nézzük, mert már Habónál, Zsidobasnál, Ádám Kristófnál, Jacksonnál, Vincénél már sárgulnak is azok a keverékek. És Zsidobas már jön is a médiumokon. Ez merész. A médiumokon indulni szerintem. Ezen a pályán mondjuk pont nem éri meg. De egy jó safety car-ral akár nagyon nagyot lehet vele nyerni. Vagy ha Habó félre informált minket, akkor akár eső is lehet a versenyen, bár ennek nem sok esélyt látom. Zsidobas fogja elkezdeni a Q2-ben a menetelést. Mind a médiummal, mind úgy összességében. Szia Gyuri! Gyuri, mondjuk szerintem nem kéne a boxban siestázni, hanem vezetni kéne. Már nem rossz van. Minek mennek médium? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. De valamit biztos tudnak, amit mi nem. Macskafalót összetörte az olyan. Hát ez kellemes érzés lehetett Macskafalónak, főleg, hogy kiesett. Azt hiszem, kiesett. Már itt nem látom a... itt a Q2-n, szóval lehet, hogy érdekesen. Nézzük Zsidobasnak a körét egyébként. Egy picit lecsúszott az első kanyarról, és a kigyorsítása lett a legjobb. De ez attól függetlenül még lehet egy jó kör a médiumokon. A rúzs szépen megvolt. Nézzük ezt a kanyar kombinációt, amit még mindig nem tudom, hogy hívnak. Szépen meg volt Zsidobasnak, és nem is vett el neki. Egy Red Bull nagyon intelligensen, elegánsan elengedte Zsidobast. Nézzük a puhont. Az is szépen meg volt, bár egy picit gyorsabban is be lehet venni szerintem. Na de, amire én igazán kíváncsi vagyok, az a második szektornak az ideje. Szerintem ez egy 1.14.6, ami nagyon szép mondjuk médiumokon. Ez egy 43
hármas kör lesz a médiumokon, ami nagyon-nagyon-nagyon szép. Nézzük az utolsó sikánt. Szépen megvolt, ez egy 43-0 lesz a médiumokkal. Ez egy nagyon szép idő, és szerintem én annyiszor elmondtam a médium szót az elmúlt másfél percben, hogy ez hihetetlen. Szóval most egy picit azt hanyagolni fogom. Benni közben át is vette a vezetést. 42-7-tel. Hát ez már biztos tovább jutás. Zimbi kijött a... Úgyhogy... Ja, vissza is ment érte. De nézzük Gamert, 29-9-es első szektorral, ami nagyon szép. Nézzük Gamert és a Puhon kapcsolatát. Gamer és a Puhon kapcsolata nagyon jó, azok szerint, ahogy átment a zonakanyaron. Nézzük a második szektort. Szektoridő Gyula 14-2. Ez egy 42-es kör lesz, ha nem ront bele, gamer. Bár már... Itt elvettem ez. Nagyon bal szerencsésen jött ki neki most, és szerintem jön is vissza a bocsolyban. Ádám Kristóf elvett, nem Jackson. Biztos, hoppá, Principó törte össze. Nagyon rossz helyen. Hoppá. Nézzük meg, hogy hol. Hát az nincs jó helyen, hogyha főleg, hogyha Arti így megy. Jaj. Jó. Most már. Nem mindegy. Ez majdnem okozott egy kis meglepetést itt a sofőröknek. Ő is szinte mindenki a médiumokon jön ki, ami nekem nagyon meglepő, mert ezen a pályán szerintem a médiumon rajtolni nem előnyös, de lehet, hogy én tudom rosszul. Áron mondja, hogy a hardokon menjenek. Hát inkább Zimbi. Szövegértés ma sem megy, mint sose ment. Habó közben föl lehettik helyre. 43-5-tel. Itt. Új levezető. Romi most fogja kezdeni. Helyett. Most megy a boxba. Megszor sincs körön. Ez bent. Ő sincs. Zimbi van körön, akkor őt nézzük most. Nézzük Zimbinek az első szektor, egy 29-865, ami abszolút legjobb, szerintem. Szia, Vadu! Vadu bejött. Zimbi szépen átment a pulonon, és a tempó is nagyon jó volt, amit átvitt. Nézzük
nézzük azt a második szektort. Már rám ragadt ez a második szektor. 13-9. Ez... Igen? Tényleg. Javadó. Hát ez banana bizony. Nézzük Zimbit. Ez egy 42-1 lesz. Már egyre közelebb vagyunk a 41-es körökhöz. Szerintem Dávid most... most... Örülhetem. De csak üdvözel téged. Most vagy tépkedi a haját, vagy nagyon örül annak, hogy nem lesz unalmas a közvetítés. Mindkettő nagy eshetőség. Na de ha már itt vagy vadú, akkor nézzük a bót. Ja, te nem vagy bent a lobbyban? Bent vagy? Hát... Nem tudom. Ilyen... Jövő lát, vele látsz a jövőbe. Habú közön 2,5-es javításban. Igen? Nézzük gamert először. Játékos. 42-5 a második helyre. Habú a 8. javított 233 ezredet. Kapunk egy négyzetet? Nem lehet hallani vadút. Pedig itt informált engem. Közben Ádám Kristóf a második helyen. Hát ez most már csak egy Red Bull 1-3. Nem lehet hallani vadul. Szomorú leszek. Ne mondd már. Igen. Ne. Szerintem nem. Hát... Akkor leszek vadunak a... szinkron vagy magyar hangja, ahogy ő mondaná. Jó. Na, akkor vadul ki és visszalép. Gyorsan. Visszahívom, és aztán már esküszöm, hogy az időmérőre fogok koncentrálni. A második szektor, tehát 14-8. Na Hidi Hali. Négy javításban. Na Hidi Hali. Lehet hallani? Valaki a cseten tudósítna, hogy lehet-e hallani vadut? Hopp, szerintem már lehet. Képzeld, de mindenki úgy egy troll lenne, és azt írnák, hogy nem. Közben előzőleg is hallottak volna. ez jó lett volna. Ja nem. Nézzük Lokinak. Ez a 11. helyre elég csak, 43-8. Lokinak szerintem már a továbbjutás sajnos nem lesz meg. Hát... Kivéve, hogyha ezeken a gumikon tovább megy, de... Az se érni meg, mert már 4-körösek vagy 5-körösek lennének a gumik. Igen, lehet, nagyon jó. Pedig rendének már felvázoltam, hogy tudok-e úgy ordítani, hogy visszahalljatok engem tőle. De nem örült annyira az ötletnek. Nem is tudom miért. Ne nézzük Artit, hogy most fogja kezdeni. Meg a két Racing Point jön kivezetőkörön, ők így izzadhatnak ott egy kicsit a 8. meg a 10. helyen.
Igen, bent van a lobbyban, de... Igen, ezt is megbeszéltük Dávid, mert igazából, hogy Ben összetörte, azt én mondtam rendének, és megkérdezte utána, hogy Ben vagyok-e a lobbyban, és mondtam, hogy nem, én igazából egy ilyen látó vagyok. Sámán. Nézzük Artinak az első szektort, 29.995. És lemaradtam, hogy mekkora javítás van magához képest. Romi minden esetre 2 tizedet javít. Kicsoda? Romihón, és Hidobás is ugyanannyit javít, szintén 2 tizedet. Hát mondjuk nekik az első körük az a médiumon volt, szóval igen, nekik jó, hogy jönnek, mert az a médium ezen a pályán az... Romi Huntól elvette a Puyonba. Puhon. Akkor Puhon. Orti már 1 másodperces javításban van magához képest, ami... ami necces lesz tovább jutás ügyileg. Jó, mindegy. De szerintem bejut a top 10. Mindegy, tudod, hogy ezeket a kanyar neveket annyira nem vágom. Tudom, hogy van Mansell, meg Lesmo 1-2, bár az kicsit messze van innen. Életen elváltottam Artiról. Ezt a Puhont még egyszer elmesélte a Benny, aztán az olyan régen volt, hogy azóta így megszépült az emlékeim, és Puhon lett. Arti 5. Nézzük, Zsidobasova jön föl. Ő nem fejezi be a körét, ő úgy gondolja, hogy a médiumokon neki jó lesz rajtolni. Nézzük Jacksont. Puyol. Az nem egy f***a? Volt Barcelonában védő, ilyen nagy haja volt, így onnan meg lehet ismerni, hogyha esetleg szembe jönne veled a CBA-ba, akkor ő az. Igen. Nyilván amúgy szép hajú, igen. Hát képzeld el így, igen, a Zambu Jimmy-t kibaszva is egy labdával, az volt. Akarod mondani? Igen, kidolgozott testtel. Jackson a 10. pont jobb jut, és kiszólta a csapattársát, Habót. Nem káromkodunk. Hát igen. Hihetetlen vagy, Vadu. Ne káromkodj. Ki van testnevelve? Habó egyébként nem maradt le sokkal a médiumokon. De amúgy... most megmentetted a közvetítést azzal, hogy bejöttél. De szóval... Habó, Romi, Loki, Principo és Ben the Goat... Ben a szellemtől... búcsúztunk el. Csak kinyögtem. Ben the Ghostnak az a piros i a logójában, az tisztára olyan, mint az Indexnek az i betűje a logóban. Csak lehetne narancssárga, és nem lehetne ott ez a kis zöld dolog. Akkor tökéletes lenne. Akkor mehetne izélni. Tudósítani. Ez csúnya volt, Vadu. Igen. Hihetetlen vagy, Vadu, hogy ilyen csúnyán beszélsz itt. Mindjárt felhívjuk. Puyol. Puyol. Na akkor Q3. Ennél jobban még az világon nem sütött a nap szerintem, szóval az összes álmomat, hogy esni fog az eső, ez most megszüntette. Kinek a legszebb dinnyés is, aki hát, na ezt most nem fogjuk megtudni, mert én most olyan kamerállásból játszok, amin ezt nem lehet látni sajnos. Bár kívülről... nem, Ádám Kristófnak nem az. Az ki az? Vince. Vincének se, Zimbinek se. Nézzük Gamert. Meg akkor majd Jacksont. Jacksonnak se dinnyi, és Gamernek se, hát... Gamernek ilyen... tudod, ilyen próbababás
Tehát akit beültetnek azokba az autókba, és akkor így ők így... Így nekik így nem jó. Nem tudom, mire céloz ezzel, gamer. Hogy össze fogja törni. Tavaly mondjuk nem volt valami hosszú verseny itt Belgiumban. Az első kanyarban megszűnt létezni. Én úgy emlékszem, hogy valahol az egyenesbe fordult ki a kanyar előtt, szóval még a kanyar se volt meg, de... Hát, ha idén tovább jut. Én szurkolok neki, hogy tovább sem. Kicsit lehet olyan ez a Spa neki, mint nekem a még régebben a Nordschleife volt, hogy az elején mindig összetörtem, aztán így a... pálya a hátra lévő 20 kilométerét annyira nem ismert. De amúgy, aki azt a Nordschleife-ét megbírja tanulni fejből, az valami isten, szóval, hogy... Ó... Én azt... Gamer majdnem! Ezt nem fogom megtanulni. Hát... Nekem úgy, ahogy sikerült, kivéve van az a... Tudod, az a kis döntött visszafordító, amilyen kis elemekből van összerakva, és így ráz az autó. Mm-hmm. Na azután van egy szekció, amiben van három jobbos. Az elsőnél tudom, hogy nem a harmadiknál vagyunk. A másodiknál mindig azt hiszem, hogy már ott vagyunk. A harmadiknál meg mindig meglepődök, hogy már megint elfelejtettem, hogy három jobbos van. Már nekem így néz ki egy Nordschleife kör. Nekem úgy, hogy megyek, amerre látom a pályát, az utat. Aztán... Néha túl közel van a fal, bír. De közben Artyom mért körön. Úgy fogja megkezdeni a menetelést a Q3-ba. Elvileg elmarad a portugál nagy díj. Egy Williams, a Benny összetörte ugyanott, ahol Bendegoszt. Az kellemes, hoppá. A Fuhon járatánál. Ha nézzük akkor Artinak a körét. Ihaj szék. Fékem az itt össze akar törni alattam, majd nem tudom. Nézzük Artit. Ez egy 42.973. Jön mögötte Ádám Kristóf, aki át is veszi a vezetést, és utána Vince megint átveszi a vezetést, jön Zimbi. Nézzük, ez egy 42.244. Marad Vince az első, jön Zsidobas, elvett körön, ő most fogja kezdeni. Következő Nighthawk. Ő is nullás elszen. Jön Gamer. Arti egyébként nála tényleg 42.973-at futott? Nekem 42.972. Ja, jó, mert 973-at mondtál, szóval törültem, hogy az én Arti még picivel gyorsabb, de akkor csak elolvastad. De jobb oldalt mindig egy ezreddel többet mutat. Mint, hogy van az a kis a top. A bal oldalt a Q3, tudod, a kis tabella féleség, és jobb oldalt, ahol írja a köridőt, ahol számolja második szektort, meg ilyenek jobb felül. A lab data, kedves rendőr, nekem csak ennyit oda lökhet. Igen, tudom, miről van szó. Közben Vince nem állt meg, hanem megy tovább egy másik mérkőre, de ez... Elég. Jön Zsidobas mért körön. Q1-ben nagyon szépet ment. Egy 13.8-as második szektor, ami akár egy első helyre, akár, igen, az első helyre is jó lehet. Na nézzük, hogy lesz meg az a sikán. Szépen megvolt, kigyorsítás, annál szebb. Ez egy 40...
2-0 átveszi a vezetést Zsidó Bars. Oh my god. Ádám kisrupped gamer találkozom van. Na most csillapodnak egy picit a kedélyek. Na de az a top 3 tipp, hogy Vince, Zimbi, Gyuri eddig zsidobas, szerintem nagyon durván megbosszulta nekem azt, hogy azt mondtam, hogy Gyuri lesz a harmadik, nem ő. Jön a második felvonás, innek már ki a srácok, szóval lehet bármi. De ezt ne felejtsd, a Gyurinak eddig volt egy elvet körö. Mondjuk, hogyha elvednék ezt is, este kommentátorátok, bocsi Gyuri, akkor ott így el lenne. Bár ő szerintem tud előre törni. Igen. Vél az itt van egyébként? Mert hogy nem itt. Micsoda? A Q3-ba, Vél? Igen, ő összetörte. Ja. A Q1-ben. A Gyuri fogja megkezdeni a második fölvonást. Tűzi játékot. Kedvenc részemet. Eddig csak hárman jöttek ki. Többiek nem kapkodják el, az is biztos. Milyen cing már, hogy a saját csapattársam tesz ki a Q3-ból. Hát... Figyelj, ha megesik. A Siri most mérges lehet. Na akkor Gyuri fogja kezdeni az első Q3 tűzijátékkört, ha lehet így fogalmazni. Van Katy Perrynek az a száma, nem tudom, ismered-e. Pú, nem tudom, hogy az a címe, hogy Firework, de eléggé az a tematikája. Én sajnos nem hallgatok ilyet. Nem hallgat Katy Perryt? Nem. Pedig nagyon sok ilyen forma, egy eszköthető száma van. Van a Hot and Cold, van a... van a Firework. Igen. Hát... Akkor lehet, hogy ezek után fogok hallani, és ez lesz majd Digának a... várakozó zenéje. Fáz. Erőszetődik alattam a szék. Ha nézzük, Gyuri közben eddig egy szép köröm, mondjuk most a puhomban egy picit megcsúszott. Arra vagyok kíváncsi, hogy van, el fog-e menni még egyre. Szerintem el kéne menni, hát el fog. 13-5! A második szektor, ez hallálá jobb, mint zsidobasnak a második szektorja. Szóval, ez... Siet. Ez... Igen, ő most megy. Na nézzük, Gyuri. Hol fejezi be? Itt egy picit lecsúszott. Nézzük, ez egy 41-8-as kör lesz Gyuritól. Ez egy nagyon szép kör, jön Vince 41-6. Jön Ádám Kristóf 41-9. Én nézem Zimbit. Jó, akkor nézzük Zimbit. Az első szektora 29-8, 12 000-es javítás most saját magához képest. Valószínűleg nem ott bukta. És nem vette el. Vadu hek. Az összes F1-es isten vele van, hogy ezért nem vette el. Meg a sálmán vadu is őt figyeli, szóval. Igen. Hoppá.
Hoppá, hát most... Most nincs fel az összesebb egyes isten. Zimbinek akkor ennyi volt az időmérő, hogyha nem ér fel még egy körre. Zimbi... Nem lesz elég üzemanyag. Zimbi beállt oda a puhomba trafizni. Lekapta szegény az egyik Red Bullt. Gyuri közben elment még egy körre, vagy nem. Csak egyszerűen a levezető körre gyorsabb, mint az én köreim, azért láttam így. Na mindegy. Pozitív vagy hogy magadhoz. Nézzük Nighthawkot, ő van legelőrébb talán. Szépen meg volt. Igen. És ne felejtsd el, hogy ő vonal nélkül megy. Akkor még szebben meg volt. Egy picit lecsúszott. Nézzük ezt a második szektort. 14-2, ez egy 42 eleje, 42-3-os kör lesz nagyjából. Ami ugye a hatodik helyre jó. Lehet, hogy harmadik szektorban hagyott egy picit. Nézzük, hova lesz elég Nighthawk köre. Ez egy 42-4 lesz, a hatodik helyre feljön. Két Red Bull közé. Zsidobas. Zsidobas nagyon jó körön, a második helyre jön fel. És közben gamer van javításban, de nem elég egyelőre ahhoz, hogy átugorja Nighthawkot. Arti kijött a boxba, jön Jackson. A gamer jelenleg, hogyha ezt befejezné, 4000-re előzné meg Nighthawkot. Kíváncsi vagyok, hogy tud-e annyi időt találni az utolsó szektorban, hogy egy kicsit így biztonságosabb legyen ez a dolog. Jackson javít, de pozíciót nem. Időt javít. Nézzük, gamer. Hova lesz elég? 42-2 a hatodik helyre. Majdnem megvolt, de Zimbi is. Nighthawkot. Tudod, mint gondolkozok? Ne? Várjál, neked akarod tudni? Igen. Hogy ugye németben van különböző, szóval háromféle lehet egy főnévnek az előtagja, mert hogy az A, vagy lehet férfi nevű, női vagy semleges. És most azon gondolkozok, hogy a Zimbi az igazából németül Cimbi lenne, mint a cimborának a decézése, és hogy olyan a cimborának, ami a kumpel németül, mi lehet az előtagja? Ezt most én meg szeretném nézni. Na de gyorsan, akkor Vince lett az első, második Zsidobas, harmadik Gyuri, negyedik Ádám Kristóf, ötödik Zimbi, hatodik Gamer, hetedik Nighthawk, nyolcadik Jackson, kilencedik... Nem, nyolcadik más lett, kilencedik lett a Jackson, tizedik lett Benny, a nyolcadik nem tudom ki lett a nyolcadik. Hát aki maradt, mert Benny lett a tizedik, szerintem nyolcadik szerintem... Arti lett a nyolcadik. Igen. Most már ezt is tudjuk. Na de, akkor gumik. Az első három fog médiumon indulni az első tízből. És eddig a tizen kívül senki nem rakta fel a médiumot. Ha túljutok. Gamer írja, ha túljut az első kanyaron, az már győzelem. Na, Principó fölrakta a médiumot, Habó is, az Macskafaló is, Boticsek is. Ez van négy ember. Fölrakta Romi is. Ezzel jó kimondani, Romi is.
Habu visszarakta a szoftot. Ő meggondolta magát. Der Kumpel. Én nem tudok németül, szóval nekem mondhatjátok. Igen, te a másik... másik oldala vagy a dolgoknak. Én ilyen... én ilyen Renault tanítvány vagyok, én franciául tudom. Igen, te a kis vörös bor és fehér zászló lengetős társaság vagy. Valahogy úgy. Szabadon választható gumiafutamon nincs időmérőhöz kötve. A 10-en kívül szabadon választható, az első 10 pedig amivel tovább jutott a Q2-ből. Azon fog indulni. Most jól mondtam? Igen. Mondtam. Nagyon jól mondtad. Én ezt fel is írtam, hogy majd egyszer tőlem is megkérdezik, pont így mondjam. Olyan jó volt. Nagyon helyes, nagyon helyes. Charles Gyuri közben írja, hogy remeg. Hát vedd feljebb egy kicsit a fűtést a szobádba, és akkor nem fogsz fázni. Vagy ha becsukod az ablakot, az is segíthet. És húzd fel a redvényt. Még milyen harmonikus lehet ilyen kis madácsi csergésre rigázni amúgy nyitott ablaknál. Én úgy szoktam. Igen. Ezek hát este már nem nagyon vannak madarak, sajnos. Hogy álljon a sarokba, hát... Mondjuk valami... ott mindig 90 fok van. Mondjuk valami német gala meglátná, hogy egy Renault-val vagyok, biztos ide jönne terrorizálni a párkányra, szóval lehet, hogy inkább nem nyitom ki az ablakot. Ilyen, oda jönnek a világ összes gala, miatt ki odaül a párkányodra. Ott mindig 90 fok van. Ez az előbb is fájt, és most ugyanannyira fáj, mint az előbb. Glória, ezért büntetni kéne. Ezért a viccért, már nem azért mondom. Ez egy időmérős eltiltás. Közben kaptam itt egy ilyen felvezető kört. Gumik. Sufni, Boticek, Macskafaló, Principó, Romi, Gyuri, Zsidobas és Vince fog indulni a médiumokon. Ez az Alex is új. Többiek meg szoftan. Őt se láttam még. Igen, ő is új. Hopp, ott Sufni lement egy picit pályát felderíteni. Igen, egy Driver of the Day-nek előre megszavaznám Sufni. Szerintem ő sokat fog előre menni. Igen? Szerintem Macskafaló. Bár... bár én szurkolok Sufninak, mint Ferrari is. Ezen a pályán valószínűleg ugyanott rajtolnék, ha eltiltásom lenne, mintha nem. Hát... ez bíztató. Nekem igen, mondjuk neked lehet, hogy nem, de... Én meg most azon gondolkozom, hogy Glory hogy rajtolna előttem még eltiltással is, mert szerintem még úgy is előttem lenne. Mondjuk, hogyha kizáratod magadat felül, akkor... megvan a stratégia. Egyébként az első három is médiumon van, és utána van egy ilyen az very big soft vonat. Úristen, very big. Na. Ott van egy... picit lemaradt Nighthawk, meg Benny is. És ott Sufni akar lemaradni. Ennyi. Megy a taktikázás. Boticek meg is előzte Sufnit, hogy ő ebből nem kér. Csak a ház. Hát... csak a Ferrari. Mondjuk itt most a
A felvezető körön a Ferrari jó körbe vette a mezőnyt első és utolsó helyen. Bocsicsek az utolsó. Kapnék egy szembeképet, akkor én nagyon boldog lennék. Gyurira ad szembeképet. Ez az nagyon jó. Na akkor. Elindul a mezőny. Vince, nagyon jól kaptál a rajtot. És ott talán Ádám Kristóf le is rajtolt a Gyurit, és Zimbi is a belső íven. Zimbi tölt a szárnyát. Ott nagyon összeértek. Ádám Kristófon fordult el, konkrétan le is klippeltem. Zsidó most leesett a 12. helyre, egy nagyon rosszat rajtolt. Ádám Kristóf már támadja Vincét az első helyet, és meg is előzi, Zimbi is támadja. Bendegoszt összetört az orúsba. Zimbi meg is előzi, hoppot! Ádám Kristófot is megpróbálja, de nem jött össze neki. Most Vince támadna vissza Zimbire, mert Zimbinek törött szárnya van. De nem bírja megelőzni. Hátul nagyon megy a helyezkedés. Gyuri ragad be egyébként nagyon rajtnál, és Sufné eldobta. Itt Benny és Zsidóbas csatázik. Hopp, ott egy picit lecsúszott Tarté, és most ez Nighthawknak ad lehetőséget. De nem elég nagyot. Közben Loki és Habó összeérnek, és Loki nagyon megcsúszott, és jaj, de rosszul jön vissza a pályára. Ott nagyon sok szárny tört. Ott nagyon sok szárny tört bizony. Én ilyen szárny darabot láttam. Bocsicsák nagyon megy, mert utolsó helyről már 14. és 2-t fog itt előzni. Vagy nem. Zsidóbasnak tört a szárnya? Nem. Hopp, safety car. Loki nagyon Loki érdekesen állt bele a falba. Összetörte. De hogy? Ott hogy? Nem tudom. De most jön hát akkor... egy-két szoftos jön, akik tudtak erre reagálni. Nézzük, hogy ki milyen gumit fog felrakni. Jön Benny, Habú, Macskafalú, Alex. Szoftokat látok mindenhol. Vél. Kivel Benny-nél ő hátat rak fel. Macskafalú. Úristen, most hogyha nem lenne megőrülve az hát, akkor talán ki is bírnám venni. Ez akkor lett volna nagyon érdekes, hogyha az SC összegyűjtötte volna az elejét, így annyira nem. Nagy előny. Egy Mercedes. Ki gondolom Ádám Kristóf. Zimbi a második, Vince a harmadik, Gamer a negyedik. Igen, Zimbinek viszont Gyuri tört a szárnya. Jó, és akkor így tovább. Zimbinek jönnie kell, igen. Hát nem muszáj, de... előnyös lenne. Hoppá, Jackson az orús, ja az a safety car. De egyébként, hogy Jackson védelmébe kelljek, Jackson előrébb van, mint Habó, szóval a feltételezés, hogy az egy sárga pont, hogy az csak Jackson lett, ez eléggé bántó Jackson szempontjából. Közben Benny megszerzi az első három szeket a mezőnyben, egy a safety car alatt, biztos, ami biztos. Kellemes érzés lehet ilyenkor. Na, de egyébként már nagyjából jó a lifetiming, azt hiszem ezt úgy hívják, hogy miért. Tudod, mire gondolok vagyok? Én ezt úgy hívom, hogy káosz, ami néha kiír valamit, szóval én ilyen lifetiming elnevezéssel nem emelném a magasságukba ezt a rendszert. Benny hardokra állt ki, Habó médiumra, Vél hardokra, Macskafalú hardokra, Alex softokra, és Principu is médiumra. Hát, és jön a mezőny fele a boxba, hopp, ott a Red Bullnál double stack, ott Gamert most nagyon feltartja, Gamer nagyon eltaktikázta most.
Jaj, szegény németusrat nagyon föl fogják tartani. Jön Ádám, mindenki jön. És most így Beni lesz az első. Nem lesz. Ó, Istenem. Viszont Géver lesz az utolsó szinte majdnem, utolsó Sufi előtti. A harmadik. És Vince, Gyuri és Sufni nem állt ki. Hoppá, Habó összetörte a safety car alatt. Habó összetörte. Na, most mi van, nem Jackson törte össze? Na, na. Most nem, most tényleg összetörte. A szorúzsnak a safety car alatt. Jaj, ezért kár. Gamer a 16. helyre leesett az Vox kiállás után. Ez is kellemes érzés lehet. Jász Gyuri, ott van Sufni amúgy a harmadik helyen. Megtörtült, utolsó előtti helyről rajtolt, és így ott van, ott figyel. És nem hiszem, hogy ez a taktika rosszabb, mint a hardosoké. A végére felcuppant egy softot, szerintem repülni fog az a két Ferrari. Igen. Zsidóbas nagyon sokat vesztett. Akkor nézzük, hogy ki megy. Zsidóbas vesztett a legnagyobb 10 helyet, Gamer vesztett 5-10-et, Romi 5-öt, és Sufni nyert 16-ot. Én mondtam, hogy ő lesz a... 5-öt, Vél 6-ot, Macskafaló 6-ot, és Boticek is 8-at. Bejön a safety car! És jön a safety car. Azért volt ez a hanghatás, mert Sufni majdnem bement Jazz Gyuriba. Milyen már énekes madár májbukban vagyok itt a nyitott ablaknál. Benni kicsit le van maradva Ádám Kristóftól amúgy. És Vince nem lassít le, hanem nyomja a padlót. Lehet Vince nem kapta meg az üzenetet? De ez nem lesz neki, hát jó, most vissza fogja lassítani a... Hát ez érdekes volt, de nem volt rossz hát egyébként. Volt de nem volt rossz egyébként a megnézet. Teljesen szét vannak szakadva. Ott hátul megy a csetepati. Macskafaló előzte Vélt. Zsidóbas és Vél visszatámad egyébként. Igenis. Vél megvédi a pozíciót. Zsidóbas már 12 helyet vesztett. Ne macskafaló, ne! Úristen, Jézus! Hallod? Lepattant a falról az orvos után, vagy a rádión után. Ne kínozz ilyen kérdések, hogy hol. Keresztbe ment így a pályán, a falról lepattam, és senkit nem szedett össze. Mondjuk a szárnya kapta elég rendesen. Hát ez kapta, halt. De Alex támadja Boticseket. Itt ezt nem tudom, hogy hívják ezt a kanyar fel, a kanyar, de meg is előzte. Nagyon szépen csinálta. Hát jó, aki szoftokon chill lesz, szóval ő most így repülni igen fog. És már mehet is félre. Gamer nagyon szenvedott hátul, szegény. És médiumjain. Na de... Zimbi támadna Nighthawkhoz. Szerintem már nagyon... Hoppá, hoppá, Zimbi. Ekkorát fogott. És Zsidóbas a falban! És összetörte a szárnyát. Na Gamer így már hármat előzött, hogy valaki a falban van. Így folytatja. Vissza fog kerülni a pontszerző helyre elég hamar. És hárman egymás mellett Orti, Nighthawk és Zimbi. Az egy szép társaság. Na nézzük. Ott Arti a belső íven nem bír mélyet fékezni eléggé. Zimbi most a kigyorsítással. De így szerintem fölöslegesen talán használt overtake-et, elég lett volna az orúzs után. Csúszik a Red Bull. Igen, most nézelődik. És elmegy. De elő nem történik semmi. Benni elég tűrhetően autózik ott az ötödik helyen, bár nem tudom, hogyha Zimbi átjut Nighthawkon, akkor így milyen gyorsan fogja megkajálni.
Alex már megelőzte közben Pélt, amiről mi lemaradtunk. A softokon most... most nagyon megy. Pár körig. Hú, a fuhomba mennyit hozott Jackson-al. És itt Jackson belső ívén, és nagyon könnyen kikerült a Jackson-t. Arti közben megcsúszott előtte, szerintem ő is meg lesz majd a sikán előtt. Hát versenylovat evett a ifjú Alex. Nyomja az overtake-et. Nem nyomja. Nézelődik. De mégis. De nézzük a külső éven, bír-e mélyebbet fékezni, mint Arti. Bír bizony, és ott tartja. Mind a ketten ott tartják, ez, de Alex-nak meg. Ez az Alex, ez jó csávó. Figyelj, olyanokat előz itt teljesen tisztán. Megkedveltem. Arti visszajön a külső éven. Á, ott nem jön vissza, nem volt helye. Meg hát nem is kellett volna helyet hagyni Alexnek. Ilyen kis rafkósan hagyott így 3/4 autót, amely érted így ott van, de így ne szedd meg, még sincs ott. Viszont most lesz DRS Artinak. Na nézzük, Arti visszatámad el. Ott közben Benny és Nighthawk. Nighthawk megelőzte Bennyt. De Arti nem támad vissza Alexre. Igazából Bennynek nem Nighthawkkal kell majd csatáznia, hogyha akar valakivel csatázni, mert Nighthawk még fog kijönni. Hú, nézd rá, gamer, onboardjára. Hú, ott bodycheck támadja Jackson. Ott a külső híven próbál elmenni, összeérnek. És egy dupla előzés. Gamer, Jézusom, mit ment, gamer. És Principó összeér Jacksonnal mögöttük, és Principó ilyen Giovinazzison a falban, és kipölt a hátsó kereket. És jön támadhatja bodycheck-et, gamer, a külső híven. Az egyen jobb gumikon megelőzi bodycheck-et. Gamer, no, 3-ot előzött? Hát, nem bír egy magával. Egy alatt? Igen. Itt az a 11-12-13-as 13. pozíciós vonat, ez tök jó. Mondjuk az előbb nagyobb volt. Hú, most ott Zimbi fog felérni Bennyre egyébként. Igen, és jön mögötte Alex, aki már 1,8. Benny elengedi Zimbit. Másodperc. Buson csinálja Benny. Ravasz. Főleg, hogyha DRS-t akar. Hát biztos, hogy ezt akar. A Zimbi nyomja az overtake-et. Vagy csak ennyivel gyorsabb egy az ember. Egyenes. Nyomta egy kicsit amúgy. Milyen közben 3 szek. 3-es. Te, Sufni, az hogy került? Hopp, Sufni a pályával szembe! Még jó, hogy kérdeztem, hogy hogy került a negyedik helyre, aztán így... Hello there, így ott figyelt, így szembe. Jézusom! Én megijedtem. Hát ez Zimbi kamerájából nézve, hogy így ott figyel. Igen, ez jó. Ez jó volt. Szegény Sufni, mondjuk, ez most minden hiányzott neki, csak ez nem. Az a dúl, hogy itt senki ott nem tette össze. Benny és Alex csatázik, Alex megelőzte Bennyt. Alex nagyon megy ezeken a softokon. Kim az Alex az új kedvencem. De... Én nem bírok hátra nézni Alexon. Na de gameres vonat, megint egymásra találtak ott négyen, lassan öten. Jó kis futam, hogy van izgalom. Volt Vén és Árti amúgy. Csatáznak? Hát előzi... Igen. Vél Ártit. És jön gamer, igen, lesi puskás. De nem lesz meg neki sajnos Árti. De most a DRS-ben... Áh, nincs elég közel. És Arti is fog kapni DRS-t. Igen. De most Arti 90% R-sel visszatámadhatja V-t. És így is tesz. És... Nagyon könnyen ki fogja kerülni V-t. Igen.
Kime nagyon türelmesen vár egy hibára. Tehát elől. Ott. Elől a másik Red Bullnál is megy a csata. Hát nekem nem tudom, nekem megállt a szívem ennél a súlyt is ügynél azóta, hogy milyen keresztben, milyen keresztben? Hoppá, fél! Ugyanott, mint Principó. És mind a kettő ház! Miért? Eldobta Botticek is ugyanott utána. Botticek is eldobta. De ez valami betanult formáció lehetett. Jézusom! Kicsit olyan, mint a szinkronúszás. Igen. Hát, végül is mindent akart, csak ezt nem. Ez a belső rázók jön az áldozatait rendesen, már elég sokan eldobták és ki is estek ott. Igen. Azt hiszem Lokix, ja nem Lokix, hanem az orrusba esett ki vagy ott, mert Principó biztos, hogy ott a puhomba. Két ház nagyon szinkronban van, igen. És miért? Vagy visszavonul, vagy tört? Hát visszavonul szerintem, mert nem tört a szárnya. Na de Gamer fogja szerintem távolni Artit. Tehát minden jel arra utal, mert nyomja az overtéket. És Gamer bejön Arti belső ívére, és szerintem ez könnyen meg lesz, igen, ki is kerül. Nagyon szépen meg volt Gamernek. És vél közben visszavonult. Igen. Legalább most jókor jön vissza az AI-ja, hogyha lehet így mondani. Várjára. Közben Gyuri és Vince, ők nagyon elhúztak ott az első két helyen. Már 6 másodperces előnyük van, Vincének meg 2 másodperc, 2 tizedes előnye van Gyurival szemben. Az biztos, hogy Gyuri nagyon a határon autózik, mert nézte meg kicsit az onboardját, és nagyon sok helyen csúszkál. Ott az AI, úristen, a boxban retire-nél, az orrusnál áll meg az AI. Igen, jobb oldalt. Ajjaj. Ajjaj, igen. ez így fontos megígyezni délutánra, igen, ez ilyen. Ott Ádám Kristóf mögött egyébként elég erősen zajlik az élet. Igen. Ott gameréknél is. Lassan. A Alexalól egyébként így nem akar elfogyni a soft. Igen. Ezt nagyon szépen tartja Zimbiéket. Na de, Nighthawk most támadhatja majd Ádám Kristófot. És nyomja is az overtéket. Nyílik a hátsó szárny. És nagyon könnyen kikerüli. Igen, kikerült. Zimbi még nem volt elég közel. Ádám Kristóf egy picit ment pályát földeríteni, és lecsúszik, és Zimbi... Nem, nincs elég közel. Itt is elment egy kicsit a tapadás a hátsó tengelyről neki. Alex kapott közben 3 másodpercet. Az már 6, és itt is kapott egy volnénat. 6 másodperce van már Alexnek, és Ádám Kristófnak is van 6 másodperc, ami nagyon nem. Ettől függetlenül szép bemutatkozás. Amit Alextől. Igen. Ja, Ádám Kristóf már régi motoros, vagy mercis, vagy értitek? Itt megkapott egy 3 másodpercet, mert 12 másodperc van. Hopp, a második szektorba Botticek a falból jött kifele. Na de elől megy a setepaté. Ott a Nighthawk, Ádám Kristóf, Zimbi, Alex 4-essel. És ott Gamer fogja majd támadni Benic az egyenesben. Igen, és hogyha az megtörtént, akkor majd a Sufli Romi Hunra is érdemes így visszanézni. Mert ott is lesz valami akció.
Gamer Benny. Zimbi szerintem. Egy igazi klasszikus. Zimbi szerintem nincs elég közel, de Gamer viszont elég közel van. És támadja is Benit. De nincs ersz a külsőjével, megpróbál mélyebbet fékezni, és sikerül is neki. Benny ott tartja, de Gamer nagyon szépen megcsinálta az előzést. Romihu meg nagyon messze volt, Sukintól ott nem lett előzés. Viszont ma Zimbi mindennél közelebb van Ádám Kristófhoz ismét, már előző körben is itt nagyon sokat vesztett az utáni kombinációkba. Vele szemben nem tudom, hogy akkor hibázott-e, vagy csak ez így valamiért spórol. De most közel marad. És lehet, hogy most fog próbálkozni egy előzéssel, mert nagyon nyomta az overtake-et. Most is kapcsolata. Hát nem hiszem, hogy azért nyomta, hogy ez DRS-be maradjon, mert simán meg volt neki. Ádám Kristóf már villog is. Mi azt jelenti, hogy üzemzavar van az autóval. Akarom mondani. 10% alatt van az ersek. Most meg lehet neki. És most Zimbi az első kanyarban próbálkozik a külsőjében, hogy Ádám Kristóf. Közben Alex kijött szerintem a médiumért. Igen. Na nézzük. Zimbi. Most itt most meg kell, hogy legyen. Ádám Kristófot. Nyomja is az overtake-et. Nyitja a DRS-t. És a külső de íven... Ádám Kristóf egyes szárnyakkal megy, vagy mi van itt amúgy? A külső íven próbálkozik Zimbi. Ez nagyon kemény! Ádám Kristóf! És még mindig egymás mellett a két. És Ádám Kristóf nagyon keményen visszajön. Ez nagyon szép volt. És megvéd a pozíciót Ádám Kristóf. Viszont Nighthawk ellógott így 1,2-re, szóval nem lesz, vagy nem tudom, hogy eddig volt-e neki DRS, de most már biztos, hogy nem lesz. Igen. Most már még könnyebben próbálhat előzni majd Zimbi. Azzal az elsőn, ami neki van, hogy 30% az nem valami sok. Most kéne amúgy egy safety car a médiumosoknak, főleg gamernek, mert én nem hiszem, hogy végig tud ezzel menni. Bár lehet, hogy végig tud. Hát 18 kört nem bírnak ki szerintem az, szerintem az a se. Médium. Már így is elég kényen néz ki. Húlyagosodik. Ez már van. Ha onnan kiáll, akkor ő megint kezdheti előről a sztorit. De én az elején vagyok kíváncsi, hogy Vince és Jastri majd az új szoftokon mit fognak csinálni, Glory. Na de Alex! Milyen helyen előzte Rumit. És Rufni is meg lesz szerintem. Bár hogyha okos, akkor itt még nem előzi meg. Hanem majd a következőbe. Zimbi nincs elég közel. Na, Rufni nyom egy Alonso Hamiltont? Nem nyom. Vagy nyom? Na, hát valami olyasmi. Alex elment az első kanyarban. Bár most Sufni fog visszatámadni szerintem, mert ő fogja kapni a DRS-t is. A világ összes ersze nála van, ami Sufninál. És támadja is Alexet. És ki fogja kerülni nagyon könnyen. Igen, csak Sufni 12 körös médiumokon van. Föl fogja tartani egy picit. Alex. És várnám, Kristóf nagyon lecsúszott. Hopp, öt közbe Sufni és Alex. Alex megelőzte Sufnit, és nagyon lemaradtunk róla a pól előtt. Jézusom. Valahol megelőzte. Hát nagyon megy Alex. Alex a vélig a Daniel Ricciardo-ja szerintem. És jön Vince a boxba. És Gyuri nem? Na nézzük, Zimbi eddig...
Minden eddiginél közelebb van. Ádám, Intert rakott fel, Vincent! Intereket rakott föl! És Gamer is itt egyébként. Vincent Intereket rakott föl! Nálatok is esik? Nálatok is esik? Úristen! Szegény Vince, így ellopni egy futamgyőzelmet, az kellemes lehet. Na de, Zimbi támadja majd Ádám Kristófot. Nagyon közel van Zimbi. A belsőjében próbálkozik most. És most megvan neki az előzés, mert egy picit szerintem összeértek. Na nézzük, viccész. Én is őt nézem. Most ez érdekes. Hogy megy neki az Interekkel. Hát szerintem még hoppá, a pálya... Jackson nagyon megérkezett rá. Szerintem a pálya még nem Interes. Nem. Bár ott van egy-két sötétebb felhő. Szegény Vincent, hogy nagyon szépen ment. Ez nem tudom amúgy, hogy ez miért történik elég sok pilótánál ez a... Hát nekem is Ausztráliában beállítottam, hogy médiumot rakjon fel, az felrakta a hardot. Alex még három szek. Az nagyon gyűjtögeti. Hát Vince most így ez nagyon bánhatja. Ez Jazz úgy jelölt amúgy egy óriási esély, hogy dobogós legyen. Mert szerintem Zimbi tehéz lesz. Gyuri nagyon csúszkál a boxba. Zimbit szerintem nehéz lesz utolérni. Igen. Aki szerintem hamarosan támadni fogja Ádám, vagy Nighthawkot. Gyuri a hárdokat rakja föl. Mi van? Gyuri hárdokat rakott föl. Nem volt már új szoftja. I lost that shit, to be honest. Vince ugye megint a boxban, Jackson soft, Vince a soft. De innen nagyon nagyot kéne menni a Vince-nek, hogy felhozza a pontszerzőre. Mire várt eddig, szóval? Gamer is jött a boxba, ő médiumokat rakott föl. Nem kellett volna 15 kört venni a médium, hogyha van egy, vagy nincsen softja. De most nagyon nyomja neki Gyuri. A hatodik helyen van. Ott elő Nighthawk még mindig nem állt ki. Nem is fog. Ja de, neki fog, bocsánat. Nem szóltam. Kell, hogy elnél. Nem szóltam. Nem baj. Szerintem ebben a körben jönni fog. De amúgy nagyon sötétedik az ég, az biztos, hogy nem fog itt esni egyébként. Hát Habu azt mondta, hogy nem fog. De lehet, hogy hazudtak. Hazudott nekünk. Habu a kis kamus. Gamer van egy nagyon szép kis aranyos vonatban. Igen? Igen, ő... Meg ő Sufti van amúgy egy elég aranyos kis... Vagy bocsánat, Vince. Nagyon fogja aprítani a népet a szoftokon. Sufni box. Gamer támadja... Ja nem. Box, okay. Na de közben Zimbi viszont tényleg támadja Nighthawkot. De nincs elég közel Zimbi. Vagy hát de a belső éven... Megérkezik Zimbi a semmiből és meg is előzte Nighthawkot Zimbi. Így már az első. És Arti támadja Benit amúgy. De az még nem... Volt valami olyan baleset, hogy ennyien kiestek? Anomáliák voltak. Igen. De Gamer támadja Romit, és el is ment mellette. Vince meg összeért egy kicsit Jackson, azért nincsen támadó pozícióba. Ránézek a büntikre, neked mit szólsz? Jó. Hát Gamer az így instant átugorja Alexet, de még nem Romi Hunnám. Hát Ádám Kristófnak az a 12 szek, az fájni fog.
De jó, hogyha nem lesz a 19. körbe safety car, mint tegnap a célbe, akkor Zimbi a legnagyobb esélyes ennek. Hát igen. A vincés vonatra... A vincés vonatra kapcsolj vissza. Úristen! Úristen, Vince hol előzött? És hopp, és összeérnek Jacksonnal, Jackson kipörgött, Vince is! És hogy jön vissza a pályára? Jackson, hogy jött vissza a pályára? Azt láttad? Macskafalút nagyon... Nem, de az annyit láttam, hogy macskafalút nagyon lekapta valami, és tört macskafalónak az összes molekulája. Hát molekulája. Jackson úgy jött vissza a pályára, hogy így... Hello macskafaló, you will die! És így ez történt. Meg szerintem Vincének is egy... Vincének is egy olyan helyen tartotta ott az autót, ahol már abszolút nem kellett Arti volna. És Benny? Igen. Arti támadja Bennyt. És meg is előzte. Nagyon könnyen kikerülte. Na de... Ha jól számolom, egy kicsit még menne előre Arti, akkor átugorna Ádám Kristófot és dobogós lenne. Ami azért nagyon utam lenne, ha megtörténne. 9-eken belül kéne lenniük, mert ugye Ádám Kristófnak 12, Ártinak 3 van. És jelenleg 9,3-ra van. De ott az előd az első háros, ott nagyon nem akar leszakadni egymásról. Ilyen Ádám Kristóf, hogyha ebben a csatában időt veszt, az neki nem jó, akkor ő veszti a dobogóját. Ha meg még egy büntit kap, akkor egyértelműen veszti. De Benny nem szakadt le Artiról, úgyhogy akár majd támadhatja is. Hosszú egyenesben. Zsidobás kergeti a Bud Jackson-t ott a 13. helyért. Na nézzük Bennyt. Benny nincsen egy közel. És most kiesett a DRS-ből, ott meg csúszott a volt. Ádám Kristófnak nem szabad nézelődnie, neki csak húzatnia kéne magát Zimbivel, ennek már így úgyhogy neki van 12 szeg, Zimbinek meg semmi, így ennek nincs sok értelme. Vince viszont elviszi az egy pontot, úgy néz ki, és az lehet, hogy meg is lesz neki, mert neki nincs büntetése, és benne lesz így a top 10-ben. Igen, de zsidobos van minden eddiginél közelebb Jacksonhoz. De. Jaj. Kedves egészségedre. De egy idobas most lemaradt. Jackson egyébként sufrittá vagyja. Ismét egy bácsa találta ki, és most nem érdek össze. Még. Jackson a belső éven. És idobas jön meg harmadikként. Häkkinen, Zonta, Schumacher, mindenki. És most zsidobas megelőzte valahogy Sufnik ott a káoszban. Jézusom! Hát nem a Ferrari verseny, ugye Sufni megforgott, Vince felrakta az Intert. A Ferrari kacskics. Szegény macskafaló mindjárt kört kap. Ott Gyuri nagyon gyorsan megjött Bennyre. És ott az egy Nighthawk. Hát... Nem, az egy macskafaló. És eldobja Sufni meg itt. És tiszteltek. Hát az... Köszönjük szépen. Nájtjuk amúgy... Gyuri nagyon megy. Nájtjuk amúgy nem tudom, hogy... mi történt ott itt a macskafalól sztoriban, de nagyon sokat vesztett. Arti már csak 7 szekre van tőle, és itt simán átugorja. De még Gyuri is... Jaj, nem, bocsánat, fieségekkel beszélek. Ádám Kristófnak van sok büntetése, nem Nighthawknak. A Nighthawkot senki nem gorja át.
Na de... Gyuri lassan föl fog érni a tiranyos. Én beültem egy picit Gyurival onboardra. Nem ültem be, mert Jackson támadja zsidobas. Esőcseppek. Igen? Kertes szektorban volt egy kicsi. Na ez még, ez itt végig volt. Na ez nem lesz olyan eső, hogy értelmes legyen egyébként szerintem. De lehet, hogy csúszkálni fognak az embik. Ádám Kristóf egyébként még mindig nem hagyja békén Zimbit, szóval ez neki ilyen szent háború. És közben Vince és Boticek ölik egymást nem létező helyeken. Lassan zsidobas is ölni fogja Jacksont. Vince támadó pozícióban van. Már egyik őjüknek sincs ersze. De itt szerintem a DRS zónában lesz egy előzés, hát... Vagy akár már itt is. Boticek nagyon agresszívan választja ott a... felsívet, úgyhogy nem is volt támadó pozícióban igazán Vince. Itt most felesleges lenne előzni a Vincének. Hát... Hoppá, Vince! És Jack Gyuri kap egy 3 szeket. És 2 kör van hátra, azt nem fogja szerintem tudni autózni Artival szembe. Na nézzük. Vince közben megelőzi Boticeket. Igen, megelőzte. Ádám Kristófnak már 15 szekje van, szóval ő szerintem... Jackson és zsidóbars, júj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 
Honnan? Na most mondod, vagy mondjam? Mondjam. Ádám Kristófnak már 15 szekje van, szóval át fogja ugorni, hogy Tarti nagyon siván, de még Gyuri is. Nem, Gyuri nem talán, de lehet, hogy igen. Szóval... Várjál. 9 másodperc. Nincs elég, még nincs elég közel. Hoppá, ott 9. Az egy... Ja, de 9, bocsi. Az ott zsidobas, aki eldobta már megint, és tört is a szárnya. Hát most... Hát, ez nem az ő versenye. Ő is járna mindenhol. Ő Jazz Viri Arti szerintem most lesz valami. De Alex fogja támadni Benit. Tök feleslegesen mondja. Ádám Kristóf megelőzte Zimbit. Ádám Kristóf megelőzte Zimbit. Hát erről lemaradtam. De Alex és Beni. Alex támadja Benit külsőiben. És egymás mellett a két versenyző, Beni kipörgött! Beni a falban, összetörte Beni! Ott Alex összetörte, ha jól láttam. Igen. Nice safety car. Ott összeértek. Összeért Alex és Beni. Szerintem az nem volt szabálytalanság, bár nem tudom. Hát eddig nagyon szépen. Eddig nagyon szép helyzetett Alex, szóval én sem gondolom, hogy most így átment Terminátorba. És Ádám Kristóf nagyon nyomja. Most megelőzte Zimbit, már kiautózott ekkor alatt 1,3-at. Mert szerintem Zimbi ezt elengedte, szóval így... Nek az égvilágon semmi értelme nincsen nyomni és kockáztatnia most, ez annyira az övé, mint... rendélye az Ausztrálpól. Szóval... micsoda mentés. Gamer az, aki amúgy... Szerintem egy kicsit csalódott, mert nagyon jó tempója volt, viszont ez a box kiállás, ez nem volt optimális. És a nap meg kisütött. Hát itt, akkor nem fog csöpögni az eső. Itt az Ardennek tetején.
Zsidós és Sufni fog egymásra találni szerintem itt az egyenesben. Bár nincs elég közel Sufni. De azért van elég sok érsze. És Zsidobás menekül. És most DRS-en kívül van. Igen. De már az utolsó körben vagyok. Igen, szóval... egyébként, szóval befutó, ahogy mondaná Sancho. Az év kérdése az, ahogy szintén mondaná Sancho. Miközben hoppá, eldobja... Arti és Gyuri eldobta! Eldobta Gyuri, igen. Ja, és Zimbi fog visszatámadni az utolsó sikánban. Támadja Ádám Kristófot, és... Jaj, de kemény volt Ádám Kristóf. Gamer. Egy milliméter helyett nem Gamer megvan. Egyébként így átugorja a két McLaren-t, és egy ötödik lesz a végén. Na de Zimbi első, Ádám Kristóf második. Az hogy lehetséges? Azt hogy? Gamer ötödik, Gyuri hatodik. De várj, hogy valami nagyon nincs rendve. Ádám Kristóf nem lehet második. Valami nagyon nem adta ki. Vince jön a 9. helyen, plusz egy kiállással az interekre. De figyelj! De ez hogy lett a második? Kiautóztak volna annyit a végén, mert kapcsold át leaderre. Már mindegy. Hát most már nem kapcsolom át. Én ezt nem hiszem el, hogyha Ádám Kristófét kiautózták ezt, és lemaradtunk volna ennyire valamiről. Én nem hiszem el, hogy... Hát 4-5 szekkel belül volt Árti Ádám Kristófnak a... nem tudom milyen időjében, büntetés idejében. Hát sehogy se jó. Sehogy se jó. Hát ez nem adta ki. Na, legyen ebédszünet, vagy legyenek interjú? Mit szólt? Én most lesokkoltam ezzel, hogy miről maradtunk le, vagy mi történt itt, mert nem hiszem el, hogy Ádám Kristó, bocsánat Ádám Kristó, nem hiszem a második vagy annyi büntetéssel. Mondjuk Árti kapott még 3 szeket, és ki tudja, miről maradtunk mi ott le, de ennyire? Volt 11 szek köztük szerinted? Árti meg... Szerintem nem. Szerintem meg lehet, hogy volt. De viszont Nighthawk és Ádám Kristóf között biztos, hogy nem volt... 9. Hát ők együtt voltak. Jó, akkor szerintem ma... Szerintem ma hagyjuk az interjúkat. Én szerintem elmegyek ebédelni. Igen, akkor ebből ebédszünet lesz. Eszek én is egy kis versenyluvat, hát ha segít délutánra. Na, akkor köszönjük nagyon szépen Asztól, aki tartott velünk végig. Asztól. És köszönjük szépen a figyelmet. Délután fél hatkor... délután fél hatkor á... ugyanígy belga... Köszönjük szépen a figyelmet. Hello! Sziasztok!